Adolf Hitlernek fia született az első világháború idején egy francia lánytól. Ezt a megdöbbentő hírt tette közé a brit Telegraph és a francia Le Point. Hitler fia a II. Világháborúban harcolt a németek ellen, és csak később tudta meg, ki is valójában az apja. A jogászok szerint könnyen megeshet, hogy Hitler hírhet Mein Kampfjának jogdíja a 80-as években elhunyt férfi leszármazottait illeti. Ezeken a felvételeken Adolf Hitler már a hatalom csúcsán van. A német diktátor azonban még első világháborús német katonaként összeszűrte a levet az ellenséggel. A Telegraph brit lap úgy tudja, Németországban és Franciaországban is új bizonyítékok kerültek elő, amelyek alátámasztják, hogy Hitler a harcok szünetében udvarolni kezdett egy 16 éves francia lánynak. Charlotte később elmesélte, hosszú sétáikat egyáltalán nem élvezte, mivel Hitler hosszú beszédeket tartott számára ismeretlen témákról. A kapcsolatból 1918. márciusában gyermek született. A kis Jean-Marie-t a többi gyerek csúfolta, mert közismert volt, hogy német az apja. A fiút végül egy Loré nevű család fogadta örökbe. Jean-Marie Loré a II. Világháborúban harcolt a németek ellen, és Clément néven részt vett a francia ellenállásban is. Anyja csak a háború után, nem sokkal halála előtt mondta el neki, hogy ki volt valójában az apja. Hitler fia ezután a munkába temetkezett, hogy ne essen depresszióba. A múltját viszont kutatni kezdte, így derült ki, hogy a vércsoportja egyezik Hitlerével, és a kézírásuk is hasonló. A Le Point portréiból pedig kitűnik a két férfi közötti hasonlóság. Egy könyvet is írt 1981-ben, Apád neve Hitler címmel. Ezt várhatóan most ismét kiadják, az új bizonyítékokkal alátámasztva. Hitler fia 1985-ben halt meg, 67 éves korában.